Lépes méz a gyönyörűséges beszédek, édesek a léleknek, és meggyógyítói a tetemeknek. Idézem példabeszédek könyve 16. fejezet 24. versét, egyik kedves Biblia versemet, mert amikor 25 év veszteglés után végre megnyílt, kezdett megnyílni előttem az Isten beszéde, akkor éreztem ezt, hogy lépes méz a gyönyörűséges beszédek, édesek a léleknek, és meggyógyítója a tetemeknek. Az Isten beszédében igazság van, de nem metsző, hasító, hanem ami elromlott emberi lényünket újjáteremtő igazság. Az Isten beszédében szeretet van, mert mindig kérlelés. Elébed állítottam az életútját, a halálútját, ha áldásokra vágysz, kövesd az életet, ha átkokra, akkor kövesd a másik utat. Isten elébünk tárja a világot, az életet, önmagunkat is, önismeretre is nevel és mindig szeretetteljes választásra, de ő nem választ helyettünk, de soha nem kényszerít semmilyen választásra. Édesek a gyönyörűséges beszédek, édesek a léleknek, és meggyógyítója a tetemeknek. Mert az Isten beszéde igazsággal szól, szeretettel szól. De gyógyító erővel is szól. Gyógyítja a tetemeket. Hát, tetemeket nem lehet gyógyítani, mondaná most valaki. És igaza is van, de hát ilyen paradoxon sok van a Bibliában. Tetemeket valóban nem lehet gyógyítani, vagyis ember nem tudja gyógyítani a tetemeket, de Isten igen. A Bibliának gyakori szó használata, hogy a bűn miatt mi a halál állapotában vagyunk. Például Efézusi levél második fejezetében is használja ezt a kifejezést. Vál, és tulajdonképpen Jézus Krisztusnak is az egyik legsúlyosabb kijelentése ez volt egy ifjúz, aki követni akarta ő csak azt kérte, hogy uram, még, még hát, hat menjek haza, még egy-két évig évtizedig, még együtt élek a szüleimmel, aztán majd ha eltemetem a szüleimet, majd utána jövök mondjuk 20-30 év után téged követni. És akkor Jézus csak annyit mondott ennek a fiatalembernek, hogy hagyd hadd temessék el halottak halottaikat, te pedig jel és kövess engem. Mit jelent ez, hogy halottak temetnek halottakat? Hogy nem csak az a halottak akit most koporsóba tettek, viszik ki a temetőbe, az is halott, aki őt kíséri, aki látszólag élő, aki testi mi voltában élő, de lelki mi voltában, ha megmarad a bűneiben, akkor besorakozott a halál égisze alá, is, onnan ki nem jön, hogyha nem engedi, hogy onnan valaki kisegítse őt. Tehát maga Jézus is használta ezt, hogy az ember um, élő halott az életében, ha nem tudja ő a megváltó kiszabadítani a bűnnek a fogságából. Lépes méz a gyönyörűséges beszédek. A lépesméz úgy lehet sokszor drága is, meg ritka is, de különleges valami. Ahogy a lépből egy kis méz kijön, de magát a lépet is szopogtasd el, azt is vedd magadhoz, mert az is gyógyít, lépes méz a gyönyörűséges beszédek, az Istennek minden beszéde gyönyörűséges, és mi tanulhatunk az Isten beszédeiből, talán éppen egy hónappal ezelőtt a kedvességet tűztük ki havi tanulmányunk tárgyává, és a 45. Zsoltára hivatkoztunk, hogy Jézus Krisztusnak kedvesség ömledezett ajkain. Ezért kente fel Isten az ő Istene öröm olajával a társai fölé, ahogy Jézus beszéde kedves volt, szívélyes, de határozott az igazságot soha nem megkerülő. Ugyanúgy a mi beszédeink is lehetnek ilyenek, tanulhatunk az Isten beszédéből, hogy nem, nagyon sokat, mindent tanulhatunk, ahogy a Biblia beszél, úgy beszéljen a keresztény ember is. Ahogy a Biblia felvilágosít, határozottan kijelentés, kérlel, szeretettel vonz, olyan legyen a hívő ember vonzása is, mert lépes méz a gyönyörűséges beszédek. Édesek a léleknek, jó hallani őket, meggyógyítója a tetemeknek, orvosság és erő van bennük. Erre törekedjünk, hogy ebben részesüljünk, és ebben ma másokat is részesíthessünk.